Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják, és benne pedig elsőként köszöntöm itt a stúdióban Hajdonánes város új polgármesterét, Budi Judit polgármesterasszonyt. Köszönjük, hogy itt van és elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy újra itt lehetek a televízió stúdiójában, és innen is köszöntöm a televízió nézőit. Amikor elkezdtük egyeztetni ezt a beszélgetést az ünnepélyes alakuló ülés után, akkor én azt gondoltam, hogy jön egy könnyedebb beszélgetés, valahogyan be kell vezetni, hogy hogyan kezdte meg működését az új önkormányzat, hogyan vette át ön a polgármesteri széket. Aztán azt kell, hogy mondjam, az elmúlt napokban felbojdult a világ. Pro és kontra különböző közösségi profilokon különböző bejegyzések jelentek meg, és én azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk, hogy Hajdonánes város lakossága ide-oda kapkodja a fejét, és lehet, hogy lassan már nem ért semmit sem. Hogy indult ez a történet, polgármester asszony? Én hagyd kezdjem onnan, hogy én köszönöm szépen, jól vagyok, mosolygós vagyok, és nagyon nagy erőt ad nekem az, amit nyilván én is látok, akár a nyilvánosság, akár az internet oldalain, közösségi felületeken milyen kommunikáció folyik, de engem leginkább az erősít, hogy rengeteg üzenetet kapok, pillantásokat, mosolygásokat, még akár egy-egy érintést is, és mindenki abban erősít, hogy jó úton vagyok. Ez egy kicsit szokatlan, hogy én ígértem azt, hogy kommunikálok Hajdonánes város lakóival, és fogom tájékoztatni a történésekről. Hát ez nem mindenkinek tetszik, de nekem ez a stílusom, ezt ígértem, és így is fogok továbbra is dolgozni. Ha megengedi szerkesztő úr, akkor csak nagyon röviden egy-két gondolat erejéig hagy térjek már ki arra, hogy azért július 9-e óta nagyon hosszú idő eltelt. Persze csak október 1-e óta léptem be ebbe az épületbe, de azért igazán még a választásokról ilyen formában nem beszélgettünk. Volt már több olyan lehetőségem, ahol a nyilvánosság előtt lehetett elemezni a választásokat és a választások sikerét, de azért én itt a hajdonánásiak előtt is szeretnék egy-két gondolatot megosztani. Legfőképpen mindig azt kérdezik tőlem, hogy mi volt a sikernek az oka. Ha egy távolabbról akarok indulni, akkor kialakult egy országos helyzet, aminek a gyújtópontja ugye a kegyelmi ügy volt. Hajdonánáson saját bőrünkön is éreztük ugye a pedofil ügyek egy-egy részletét. Aztán utána tapasztaltuk a Magyar Péter jelenséget. A Magyar Péter jelenségről sok mindenkinek sokféle megítélése van. Szerintem a két legszélsőségesebb pont közt. Amit én kiemelnék, az az, hogy ő egy reális alternatívát mutatott a választópolgároknak. És akkor innen már én be is lépnék Hajdonánásra. Én is azt érzem, hogy az a csapat, akivel én elindultam a választáson, és akivel sikereket értünk el, akikre én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy végig vitték velem ezt a folyamatot és ezt a nem könnyű harcot, mi is egy új alternatívát mutattunk a régi város vezetéssel szemben, egy én megítélésem szerint jó kampánnyal, jó kommunikációval, tehát át tudtuk adni az embereknek azt, amit gondolunk, és nagyon fontos, hogy ez nem a kampányban felépített munkáról szólt, hanem 5 év munkájáról, ahol már azért a városlakók is tapasztalhatták, hogy a képviselőtestület üléseken azért nagyon sok olyan ügyet fölhoztunk a felszínre, amivel foglalkozni kell. Aztán utána ott volt 4 hónap, ami ugye ez az átmeneti időszak a június 9 és október 1 között. Ez én úgy látom senkinek nem tett jót, nem tett jót az ügyeknek, mert a régi vezetés már nem döntött, az új meg még nem dönthetett. Nem tett jót a lelkületeknek, lásd önkormányzati vagy hivatali dolgozók. Ugye azért csak volt egy bizonytalanság, volt városvezetés, de mégsem, menjek, maradjak, volt ráhatás, nem volt ráhatás. Ezek a dilemmák azért, ez végigment a 4 hónapon, és akkor így érkeztünk el az október 1-jéhez, ahol azért elég sok döbbenet volt számomra. És ha most a
lelki világomat meg kellene fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egyrésztről mosolygós vagyok, és örülök, hogy ezt a feladatot, és óriási megtiszteltetés számomra, hogy ezt a feladatot végezhetem, de azt is mondhatnám, hogy dühös vagyok. Dühös vagyok, mert ezek a folyamatok, amiket én látok, meg amiket kaptam örökségül, ez Hajdonállás városát érinti, és a város lakókat érinti. És én itt összefoglalóan szeretném megfogalmazni, akkor azt tudom mondani, hogy egy vezetőnek a személyiségét az mutatja meg igazán, hogy akkor hogy viselkedik, amikor leváltják. Hogyha megpróbálunk picit belemenni a részletekbe, akkor ahogyan az október 1-i dátumot ön említette, ezt követően folyamatosan megindult egy kommunikáció, amelyben mindig az érdeklődők, a városlakók az önközösségi felületein és egyéb közösségi felületeken információkat kaptak arról, hogy mit milyen állapotban találtak is. Ha jól emlékszem, itt megjelent egy olyan poszt is, amelyben talán csak egyetlen szó volt, hogy üres a kassa Hajdonállás városában. Ez mit jelent egészen pontosan? Ez az üres szó, ez tulajdonképpen végigkísérte az első napjainkat. Üres volt az iroda, erről ugye egy videót is készítettem. Üresek voltak a dolgozó asztalok, azt jelenti, hogy nem volt csak billentyűzet és monitor, de ugye a gépek hiányoztak, és üres volt a kassa. Én elmondtam egy számot, a 987 millió forintot, valahol a szám misztika, ugye ez a 987 egymás után, hogy ennyi forrás hiányzik a kasszából. Többen megkérdezték, hogy mit jelent ez. Nem akarok itt számháborúba belemenni és nagyon sok számot elmondani, de itt muszáj, hogy egy-két számot elmondjak ahhoz, hogy ez érthető legyen. 855 millió forint a hitelállomány. Ebben a rövid és hosszú lejáratú hitelek is benne vannak, sőt, az a forgó hitel is benne van, ami ugye az önkormányzatnak, a bankszámlájának a hitele. Tehát ez úgy működik, hogy ezt a számlát, amikor forrás van, visszatöltjük, amikor szükség van, akkor elveszünk belőle, de ugye ez egy forgó hitelről szól. Ezen felül van 185 millió forint kifizetetlen számla. Szeretném hozzátenni, hogy nyilván ezek a forintális összegek, ez mindig egy adott pillanatot jeleznek, ez az átadás-átvétel pillanata. Bocsánat, hogy közbeszólok, polgármester asszony, és itt pillanatra puskáznom is kell, ugyanis ugye Szólá Tibor leköszönő polgármester úrnak is megjelent egy bejegyzése az átadás-átvétel után, és ő azt mondta, hogy ez a 855 millió forint, amit ön is említett, ez jobbára az elmúlt 14 évnek a beruházásaihoz felvett hitel, amely egy önrész, amelyek az önrészre kellettek, és ez az önrész, ez nagyjából egy olyan 7% volt minden pályázati forrásnál, tehát ezt a pénzt mindenképpen érdemes volt fölvenni, hiszen több milliárd forint érkezett a városhoz. És a másik része pedig ennek a történetnek, hogy ő azt mondta, hogy az elmúlt időszakban, szeptemberben mindent elrendeztek, és jobbára nem maradt a városnak kifizetetlen számlája. Ezt mondja Szólá Tibor volt polgármester úr, ön pedig mond valami teljesen mást, akkor hol lehet az igazság? Én azért vagyok nyugodt, mert ezeket a számokat én bediktáltam az átadás átvételi jegyzőkönyvbe, tehát nyugodtan el lehet olvasni a jegyzőkönyvben. A 185 millió forint, amikor így besétált hozzám a közgazdasági irodának a vezetője, így körülbelül ilyen halom. Többek között például a Kovács Béla szobor, amit itt az utolsó napokban átadott a volt városvezetés, az a szobor sincs kifizetve. Tehát én nem kívánok a Szólá Tibor megjegyzéseire reagálni, ez az ő dolga, az az ő világa. Én tényszerűen tudom mondani, 185 millió forint kifizetetlen számla várt minket az asztalon az első nap. A 855 millió forint hitelállománynak egy része a pályázati önerő. Direkt ezért emeltem ki, hogy durván ugye közel 200 millió forint ez a forgóeszköz hitel, amit állandóan forgatunk, és egyébként ez a 855 millió forint, ez még nem a teljes hitelállomány, mert ez nem tartalmazza azt, hogy a gazdasági társaságok projektek esetében sokszor van úgy, hogy az önkormányzat kezességet vállal.
Tehát ha valahol valaki nem tudja a hitelét fizetni, akkor az önkormányzatnak kell jót állni azért a tartozásért. De én ezt nem hoznám ide, és ha megengedi szerkesztő úr, végigmondom a számokat. Tehát 855 millió forint a hitelállományunk, a rövid lejáratú, hosszú lejáratú forgóeszköz mindent összevéve. 185 millió forint a kifizetetlen számláinknak az összege. Ezt a két számot, ha összeadjuk, akkor ez 1 milliárd 40 millió forint. Ebből én levontam azt, ami a számláinkon található pénz. Ez összességében 53 millió forint. De nagyon fontos megjegyezni, hogy az 53 millió forintból 43 millió forint az olyan lakáskassa alapon van, aminek a felhasználása szintén kötöttséghez társul. Tehát szabályok szerint lehet elkölteni, abból nem lehet munkabért fizetni, nem lehet segélyt fizetni, nem lehet a civileknek támogatást fizetni. Na most, ha a matematikához visszatérünk, ugye az 1 milliárd 40 millióból, ha levonom az 53 millió forintot, akkor kijön a 987 millió forint. Tehát én azért mertem ezt állítani, hogy ez hiányzik a kasszából, mert ugye, ami egy kicsit is mozdítható pénz, azt én ide számoltam. Volt egy pillanat az átadás átvételkor, amikor Szólát Tibor azt állította, hogy ez teljesen normális, mert hogy az önkormányzatnak a költségvetése így működik. Én a kollégáimtól kaptam egy kimutatást, az elmúlt 5 évre visszamenőleg hozták nekem azokat a számokat, hogy ebben az időpillanatban, mikor, hogy állt az önkormányzat ebben az időszakban. Azt látni kell, hogy ez a helyzet úgy alakult ki, hogy október 1-én se az adószámlán, ugye tudjuk, hogy az iparűzési adót szeptember 15-től kezdik fizetni a második részletet, tehát se az adószámlán nem volt pénzünk, se az adószámláról átvezetett folyószámlákon sem volt pénzünk. Tehát az, amikor én mozdítható pénzről beszélek, még egyszer, amiből segélyt tudunk fizetni, támogatást tudunk fizetni, dolgozóknak bért tudunk fizetni, villanyszámlát tudunk fizetni, az abban az adott pillanatban 9 millió forint, 9 millió és egy kicsi volt, ami használható volt. 3 milliárd. Végül is lehetne 5-ről is beszélni, 1-ről is beszélni. Tehát ez már tényleg ez a megtévesztés látszik, hogy nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy igenis tényszerűen jövök, és mondom, hogy mit igen, találtam. Igen, nyilván ez a városlakók számára is egy nagyon nehéz dolog, és jó, hogyha rendet teszünk a számok között, mert ha valaki megnézte az ünnepi alakuló testület ülést, ott Csíszár Imre képviselő úrtól elhangzott egy 2,4 milliárd forintos összeg, ami a város rendelkezésére áll. Nagyjából valahogyan így fogalmazott egy meghatározott számlán. Amikor a leköszönő polgármester Szólát Tibor kitette a videóját, ő már mintegy 3 milliárd forintról beszélt, és akkor ugye, ha már matematikát említett polgármester asszony, az emberek megpróbálják ezt az egészet összerázni, és nem értik, hogy akkor most mi lehet az igazság. Amit Csíszár Imre képviselőtársam mondott, az a 2,4, az nem 2,4, hanem 2,2. Ez egy olyan alszámlán van, ahogy ő hívta, ami teljesen a pályázatokhoz kötött pénz. Ezt úgy hívják, hogy a pályázatokhoz lehívott előleg. Tehát ez úgy működik, hogyha megnyerünk egy pályázatot, megkötjük a támogatási szerződést, akkor ezt az előleget erre a pályázatra le lehet hívni. Elindul a folyamat, a pályázat megvalósítása, és ahogy mennek a folyamatok, készülnek a számlák, készül a beruházás, úgy lehet erről az előleg számláról pénzeket lehívni. Ez a 2,2 milliárd forint. Azt kell, hogy mondjam, hogy az alakuló ülésen még csak feltételeztem, hogy meg fogjuk kapni a leveleket. Közben itt szeretném elmondani a városlakóknak, hogy megkaptuk sajnos azokat a leveleket, hogy ezeket az előlegeket vissza fogják vonni. Nem teljes mértékben, most dolgoznak rajta a kollégáink, hogy mennyit, de nagyon nagy részét, én ahogy most látom, legalább kétharmadát biztosan vissza fogja vonni a kormány ezeknek az előlegeknek. Ennek mi az oka, amiért ezeket vissza kell fizetni?
Ilyen még, erre még nem volt példa, és fontos kihangsúlyozni, hogy minden önkormányzattól visszavonják. Tehát nem kiválogatva, hogy egy-egy település, minden önkormányzattól vissza fogják vonni, és egy újabb eljárás keretében lehet majd valamiféle forrást ezekből visszahozni. Itt szeretném elmondani, hogy ez nem a hivatalban dolgozó munkatársaknak a munkája okán alakult ez ki. Ők mindent megtettek annak érdekében, hogy amikor ez a folyamat eljött, akkor le lehessen hívni ezeket a pénzeket. Ezt a folyamatot a volt városvezetés irányította, nyilván ők azt hajtják végre, amit kérnek tőlük. Tehát a kormány minden önkormányzattól visszavonta ezeket az előlegeket. Tehát teljesen felesleges lövöldözni azzal, hogy most mi maradt ott a számlán, jelzem, már nincsenek ott. Hogy mennyi fog ott maradni, mit fogunk ezzel tudni kezdeni, ezekből a projektekből miket fogunk tudni megmenteni, ez a következő napoknak a kérdése, és erről fogok is kommunikálni. De hogy elérjünk a 3 milliárdig, tehát beszéltünk a 2,2-ről, ott durván van egy 6-800 millió forint. Ez polgármester úr úgy adta át nekem, hogy azok a követelések, amivel az önkormányzat felé tartoznak. Tehát bárki, aki tartozik az önkormányzatnak. Na most ez azért aranyos, mert ugye ezek olyan lejárt követelések, amiket tulajdonképpen már neki kellett volna behajtani, de nekem egy ilyen kis Mikulás csomagként átadta. Ezek olyan típusú követelések, nem mondom, hogy mindent részleteiben át tudtam már nézni tételesen, de az egyik legnagyobb követelés az a tartósító szövetkezetnek a tartozása. Ez 60 millió forint? Több mint 60 millió forint. Na most akkor a városlakók el tudják dönteni, hogy ezek milyen típusú követelések, tehát mennyit fogunk tudni ebből behajtani, azért mindenki látja, hogy például a tartósító szövetkezetnek ez a tartozása, hát ez igen kétes, hogy vissza fog el tudni. Mert közben én is nézegettem a számokat, és tényleg nem a számháború kedvéért, de ugye az egyik bejegyzésében a leköszönő polgármester úr megjegyzi, hogy nem is nagyon érti, hogy talán valami olyasmit fogalmazott, hogy ön miért hozza elő az üres pénztárca poént, hogy hagyott egy üres pénztárcát polgármester asszonynál az asztalon, mert hogy az év hátralévő részében több mint 283 millió forint adóbevétel várható, illetve 422 millió forintnál több határidőn belüli és túli követelése van a városnak, amely szintén befolyhat a kasszába. Ha összerázzuk, akkor körülbelül ez az a 600 millió, akkor, amit ön mondott talán. Én nem kívánok számháborút játszani, én a tényeket szeretném megosztani, és fogom megosztani a városlakókkal. Tényszerűen a 987 millió forintot elmondtam, hosszú lejáratú hitel, forgóeszközhitel, illetve kifizetetlen számlák. Az úgynevezett alszámlán, ami projektekhez kötött számla volt 2,2 milliárd. De ezt, ha jól értem, ez kifejezetten csak pályázati forrásokat költheti el. Csak semmi másra nem lehet felhasználni. És ugye az is elvételre került a kormányzat által minden önkormányzattól. És vannak azok a követeléseink, amiket ugye még majd be kell hajtani, de azt állítom, hogy ezeknek a követeléseknek a nagy része el fog veszni. Én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy be tudjam hajtani ezeket a követeléseket, mert azért azt már láttam, hogy azért ebben lesznek kérdéseim, hogy eddig ezek miért nem történtek meg, miért nem kerültek felszólításra ezek az adósok, miért nem számolunk el késedelmi kamatot, stb. Stb. De ez a jövő zenéje, tehát egyszerre sok mindent ne öntsünk rá a városlakókra, nekem nem az a célom, hogy ontsuk az információt, az a célom, hogy a városlakók megértsék, hogy miről beszélünk. Mert ha egy pillanatra vissza akarok térni oda, hogy mi volt a mi három fő üzenetünk. Az egyik, azt mondtuk, arrogancia helyett odafigyelés. Ez látszik, hogy még most is ez az arrogáns kommunikáció megy. Tehát már itt vagyunk, átvettük, dolgozunk, és én nem kommunikálok arrogánsan, megpróbálok mosolyogni, és mindenkinek a problémáira odafigyelni. És látszik, hogy a városlakók nagyon igénylik.
töménytelen mennyiségű üzenetet kapunk. Nagyon kérjük, hogy hallgassuk meg őket, és akkor itt most kihasználom a nyilvánosságot, hogy minden héten csütörtökön, 3 órától, délután 3, tehát 15 órától 17 óráig, 3-tól 5 óráig lesz a polgármesteri fogadóra, az alpolgármesteri fogadóórák pedig hétfői napon kerülnek majd meghirdetésre. Tehát igénylik az emberek, hogy odafigyeljünk rájuk. Arrogancia helyett odafigyelés, herdálás helyett felelős gazdálkodás, akár hova nyúlunk, és ezt kommunikáljuk a mindenféle közösségi oldalankon, televízióba, újságba. Olyan, egyszerűen nem tudunk olyan dologhoz hozzányúlni, aminek ne az lenne a vége, hogy egyszerűen vagy nincs befejezve, vagy nincs elszámolva, vagy nincs a tulajdon viszony rendezve, hogy ez most kié. Az első döntések közt volt az, hogy leállítottam minden számla kifizetést, minden egyes kifizetést átnézünk, átgondolunk, megnézzük, hogy mi az, amit még esetleg lehet ebben visszafogni, vagy kevesebbet fizetni. Szerződéseket áttekintjük. Nem kevés olyan szerződéssel találkozunk, ahol például sok előleg ki lehet fizetve, de nincs mögötte teljesítés, és már régen lejártak a teljesítési határidők. És a harmadik ugye hazugság és őszinte szó. Hát úgy látom, hogy ezt viselik a legnehezebben a volt városvezetők, hogy igenis, el kell mondani, hogy mi az igazság. Polgármester azt, hogy nem sietetve a dolgokat, csak nagyon rohan az idő. Azért arról is beszélünk mindenféleképpen, hogy hogyan tud működni majd most a hivatal az elkövetkezendő időszakban, hiszen azt ma már tudja a város lakossága, hogy 21 néhányan felmondtak és felálltak a hivatalból, nagyon fontos pozíciókból is, és állásokból, munkahelyekről. A felállók egy része van olyan, aki már nyugdíjkorhoz ért, és ő azért ment el, de olyan is van, aki... És most megint szeretnék visszautalni a leköszönő polgármester úrra, aki úgy fogalmazott, hogy egyszerűen azért mondtak föl, ő bármennyire is próbálta őket marasztalni ebben a mai nehéz világban, hogy ne hagyják ott az állásukat, mert azt mondták, hogy abban nem akarnak részt venni, ami majd most jön a város életében, és itt Balmazújvárost említette meg példaként, hogy hát ott is jött az új városvezetés, és Balmazújváros a feje tetejére állt, ha ilyen egyszerűen akarok fogalmazni. Az első napon volt egy állománygyűlés, ami azt jelenti, hogy az összes dolgozóval találkoztam. Ott elmondtam, hogy én bizalmat kaptam azoktól, akik ott ültek a terembe, és bizalmat kérek. Adjanak arra lehetőséget, hogy én hagyj bizonyítsak, hogy milyen vagyok, hogyan dolgozom, milyen értéket képviselek. Én ezt ott megkaptam, és megköszöntem. A célom az, hogy ne azok bánják meg, akik ott maradtak, hanem azok, akik elmentek. 50 millió forint végkielégítést fizettek ki szeptember 30-ai dátummal. Azért 50 millió forint nagyon-nagyon sok pénz, tehát nem megbántva senkit, de azért volt egy motiváció ahhoz, hogy sokan felálltak és elmentek. Még többen vannak, azt is azt tudnám mutatni, hogy ilyen dosszié, akik önéletrajzot küldtek, és jelentkeztek, és szeretnének ott dolgozni a hivatalba. Én a dolgozóknak azt mondtam el, hogy ez mindenkinek az egyéni döntése. Közszolgálatban, közszolgaként dolgozó embereknek el kell tudni dönteni, hogy a közt szolgálják, vagy mi az, ami vezényli. Ez az ő egyéni döntésük, el kell fogadni. Én azt kérem, hogy senkit ne bántsunk meg ezért, eldöntötte, de engedjük el, az ő személyes döntése volt, mi pedig folytassuk tovább a munkánkat, fel fogjuk tudni tölteni az állásokat, nem biztos, hogy minden helyet feltöltünk, át fogjuk gondolni, hogy az álláshelyeket hogy lehet racionálisan átszervezni, minden egyes területet rendbe fogunk tenni. Most első lépésként a közmunkaprogram piramisát kellett újraépítenünk, mert ott szinte teljesen mindenki fölmondott. A közgazdasági irodánk az, ami még nagyon nehéz helyzetbe került, de én már ott is látom a megoldást. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag van olyan érzet, hogy most megállt az élet, de ez nem így van. Nagyon remélem, hogy a lakosok kevésbé fognak ebből bármit érzékelni,
amire szükség van, azokat az álláshelyeket fel fogjuk tölteni. Most a stúdióbeszélgetés után is ki fogok menni a Kenderes-kertbe. A Kenderes-kertbe már volt egy állapotfelmérésünk, és azért a Kenderes-kerttel kezdtük, mert ugye az embereknél van egy-két nap türelem, és ott lehet még azt kérni, hogy igen, mindenkinek rendeződni fog a sorsa, de az állatoknál nincs egy nap, egy hét, egy perc türelem se, tehát ott az ellátást igenis biztosítani kell, úgyhogy volt egy állapotfelmérés, ezt követően azt az állapotot, amit ott találtunk, azt én az átadás átvételi jegyzőkönyvhöz csatoltam, elkértem az ellátó állatorvost, hogy ő is menjen ki, nézze át, hogy mi van a Kenderes kertben, és a mai napon pedig egy teljes körű leltárt készítünk eszközökre, takarmányra, állatokra, emberekre, mindenre, mert ott annak a milliónek tovább kell menni, hisz a növények, állatok, azonnali prompt kell hozni. Mindjárt a Kenderes kertről is említünk még néhány szót, de egy nagyon-nagyon fél mondat elejéig szeretnék visszafordulni a ön által is említett végkielégítésekhez, és itt is elhangzott egy összeg, hogy mennyi lett kifizetve végkielégítésekre, de erre pedig, és most megint vissza kell utalnom a volt polgármester úrra, ő azt mondta el, hogy kikérték egy munkajogásznak, vagy kikérte egy munkajogásznak a szakvéleményét, és ez alapján ők minden tekintetben szakszerűen jártak el. Megengedi szerkesztő úr, hogy elmondjam azt a mondatot, hogy engem kevésbé érdekel már, hogy mit csinált az előző városvezetés. Engem az érdekel, hogy mit találtam ott örökségül. A papírok, a dokumentumok. Látom, hogy az egész gondolkodás nem erről szólt eddig. Ez a megbeszéltük szóban, megegyeztünk, azt mondták, hogy... Én egy olyan világból jöttem, ahol vannak szabályok, és szerintem a közpénz sokkal erősebb szabályokhoz kötődik, mint mondjuk egy gazdasági életben. Tehát ha a papírra az van írva, hogy az adásvétel szerint ez ennek a tulajdona ezért ennyit fizetett, akkor én azt készséggel elhiszem. Ha a szabályok azt mondják, hogy a munkaszerződések alapján egy közös megegyezés mellett lehet kifizetni végkielégítés, sőt, még célprémiumot is, és erre nekem a jogászok azt mondják, hogy ez rendben van, akkor nem tudok más tenni, el fogom fogadni. De ezt meg fogom én is jogászoktól kérdezni, mert a saját gondolkodásomban ez kevésbé fér bele. De nem ez a lényeg, hogy az én gondolkodásomban mi fér bele. Az a lényeg, hogy a szakemberek, akik ehhez értenek, azok erre mit fognak mondani. Ha tudom, vissza fogom szeretni az önkormányzatnak azokat a forrásokat, azokat a pénzeit, amit jogtalanul vittek el. Ezt most itt még jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy ez mennyire jogos és mennyire nem. Végig fogok menni ezen az úton, és erről is fogom tájékoztatni a lakosokat. Pontosan ugyanúgy, mint bármilyen szolgáltatási szerződés, adásvételi szerződés, szépen fogunk menni végig ezen az úton. Nem volt az véletlen, hogy az alakuló ülésen már láthatták a városlakók, hogy létre is hoztunk egy munkabizottságot, akiknek kifejezetten ez lesz a feladata, hogy ezeket a vitás kérdéseket a szakemberek segítségével végignézzük. Kenderes kert. Ha már említette a Kenderes kertet, ugye valahol 2010 óta már nagyjából jelen van a város életében a Kenderes kert, és ez tényleg számtalan vitát szült, az ember hallott sok mindent, a városban beszéltek pró és kontra mindent. Polgármester úr, a leköszönő polgármester úr azt jegyezte meg, hogy 2010-ben romos állapotban vette át a város, 100%-ban a város tulajdonában volt és van, mintegy 1 milliárd forintnyi pályázati beruházás zajlott le az elmúlt hosszú években a Kenderes kertben, és tulajdonképpen ő azt kéri, hogy az új városvezetés is vigyázzon a Kenderes kertre. Amit elmondott volt polgármester úr, abból az látszik, hogy tulajdonképpen ott rendezett körülmények vannak. Nincsenek rendezett körülmények. Nagyon gondolkodtam rajta napokon keresztül, hogy hogyan kezeljem ezt az ügyet. A mai napig is nagyon gondolkodom rajta, mert amit én találtam, az nem is döbbenet, hanem dű volt bennem. Tehát az állatok nem, az nem játék. Tehát az állatokról gondoskodni kell. És ott a körülmények nem azok a körülmények, amiket mi gondoltunk erről a Kenderes kertről.
A másik oldala nem igaz az a tény, hogy én jövök, és a földdel egyenlővé fogom tenni a kenderes kertet. Majdnem 1 milliárd forintnyi beruházás jött ott létre az elmondások szerint. Én még ezt nem adtam össze, és nem foglalkoztam vele, de nyilván látni látom. Tehát van az a része, ami a közösség által ismert, mert ha kimegyünk a kenderes kertbe, akkor látunk épületeket, rendezvénytér, kiállítás, egyéb dolgokat. De azon kívül a kenderes kertben még nagyon sok más olyan terület van, ami viszont nincs rendben. És ezt rendbe kell tenni, mert ott az állatokat kell tartani, jó egészségi állapotba kell őket tartani, és igenis gondozókkal kell ellátni. A gondozók egy része is felmondott, tehát azt is pótolnunk kellett, állategészségügyi problémák is vannak, nem kevés. Csak hát ugye ott a nehézség, hogy a kenderes kert 100%-ban az önkormányzat tulajdona. Tehát amikor én elkezdek arról kommunikálni, hogy ott mi van, akkor most már a saját tulajdonunkról beszélünk. Tehát próbálok ebben nagyon felelősséggel gondolkodni, de igenis azt pedig el kell mondani, hogy ott milyen örökséget vettem át. A mai napon fogok kimenni, és saját szememmel fogom még egyszer végignézni, bár már egy hét alatt is nagyon sok javulás van, és ebbe köszönöm minden kollégámnak az együttműködését, mert tényleg mindenki az utolsó erejét is beletette abba, hogy meg tudjuk fogni az ottani állapotokat. A tanácsnok úr Hánsás Zoltán is, akit szintén megválasztottunk az alakuló ülésen, ő is rendszeresen, személyesen kint van a kertbe, és próbálja az ottani folyamatokat koordinálni. Ebbe azt tudom ígérni a városlakóknak, hogy egy összességében lévő képet meg fogok mutatni arról, hogy én ott milyen örökséget kaptam. Csak az időhatározó miatt, ami elhangzott, hétfő reggel vesszük fel a beszélgetést, ezt csak a kedves nézőknek mondjuk, tehát ezért ma fog kimenni a kenderes kertbe, mert ők ugye szerda este fogják látni ezt a dolgot, csak hogy ne legyen fura a számukra. Polgármester asszony, elég sok, hogy is mondjam, negatív dologgal találkoztunk most itt, én azt gondolom a stúdió beszélgetés alatt is, és ahogyan fölvezettem ezt az egész dolgot a közösségi felületeken és az interneten, azért rendesen megy az adok-kapok ebben a témában. De én azt gondolom, hogy egy picit beszélgessünk a jövőről is, hiszen ahogyan ön fogalmazott, ha sikerül mindent rendezni és irányba állítani, akkor elindulna az a munka, amit önök elképzeltek a következő 5 esztendőre, és ugye 5 olyan pont volt, és ez az alakuló ülésen is elhangzott, ami alapján önök szeretnének majd ebben az 5 esztendőben dolgozni. Célok, elképzelések, akár mondjuk rövid távra erre az évre nézve, és hogyan lehet azt az 5 pontot átültetni a gyakorlatban, amiről ön is beszélt. Igen, ez fontos, és én ezt szerettem volna is kiemelni, hogy mind a mellett, hogy ezt a halmot, amit megkaptunk örökségül, és nem egyszerű, kezelni kell. Amellett nagyon sok vendég érkezik a városunkba, akiket köszöntünk, a civil szervezetek, sportszervezetek élik életüket, velük is próbálunk együtt lélegezni, tehát ettől függetlenül azért a mindennapi élet az folyik tovább, és ez nagyon rendben van, és ennek nagyon örülök. Nagyon szívesen teszek eleget minden meghívásnak. És én azt szoktam mondani, mikor ilyen helyzetbe kerülünk, engem mindig ez a cél vezérelt, hogy soha nem a legokosabb, soha nem a legszebb éli túl a krízis helyzeteket, hanem az, aki alkalmazkodni tud. Mi ez a helyzethez alkalmazkodtunk, ezt kaptuk örökségül, ezt fogjuk megoldani, és innen fogunk tovább építkezni. Már nagy erővel szervezzük az adventet, azaz az ünnep, amit én ígértem és szeretném, hogy az új városvezetés megérkezzen Hajdunálásra rendezvény oldaláról, a városlakók oldaláról. Ott már nagyon előre haladott tárgyalások vannak, hogy milyen programok lesznek, hogyan fogjuk ezt az évet bezárni. Utána jön a következő költségvetés, az lesz már a mi költségvetésünk. Most ugye van egy elfogadott költségvetés, annak próbálunk eleget tenni, hogy be tudjuk zárni ezt az évet. Ott már sokkal jobban fognak a mi elképzeléseink megvalósulni. A programpontjaimat nem felejtettük el, de azért azt tudni kell, hogy 5 éves ciklusról beszélünk, tehát mindent egyszerre nem fogunk tudni megvalósítani. Szépen elosztva a következő 5 évre, biztos vagyok benne, hogy minden sorra kerül. Az én ütemezésemben most van ez a szakasz, amíg fölmérjük, hogy milyen állapotba vettük át a
önkormányzatot és a hivatalt. Ennek a rendbetételére van egy tervünk. Következő szakasz évvégéig, hogy lezárjuk ezt a gazdasági évet, illetve lezárjuk az adventet, az ünnepi időszakot, a városnapot, majd jön egy tervezési időszak, ugye a költségvetés, azt már persze el kell kezdenünk hamarabb, és utána tulajdonképpen egy év, tehát ott októberig van az első olyan ciklus, amire tervezünk, és amit elég konkrétan látunk. A hosszabb távú elképzeléseink is megvannak, hiszen egy nagyon színes programmal jöttünk a városlakók és a választópolgárok elé, de azt majd nyilván apró pénzre fogjuk váltani. Én pedig valahogy úgy szeretném zárni ezt a beszélgetést, hogy folytatásra következik, mert mint ahogy Szólay Tibor polgármester urat mindig szívesen és rendszeresen láttuk itt a Hajdunánási Televízió stúdiójában, természetesen önt is várjuk majd vissza a következő években. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és minél többet fogok jönni, és fogom tájékoztatni a városlakókat.